kikapcsoljam a klímát, az nincs belül, az itt van kívül. Ilyen furcsa fehér izé, ilyen, így néz ki. És ha ez nincs bekapcsolva, akkor itt nem olyan jó. És ha ezt bekapcsolom, akkor egy hangyányival, jobb lesz az idő. De persze ahhoz, hogy ez jól működjön. Na most ezt nem látjátok, mindegy. Itt felül is ki kell nyitni az ablakot, ami ott van fenn. Hol van? Ja, még benne van. Akkor annyi. Most hétfő van. Elvileg munkanap. Délután 4 és 5 között vagyunk valahol. De ma nincs munka. Azt mondta a főnök, hogy most nincs munka. Úgyhogy inkább ezzel foglalkoztam egy kicsit. Ez, amit itt látunk, ez egy 780-as Dell Optiflex, nem pedig Optiflex. Azt kell tudni róla, hogy nagyon-nagyon kevés típusú alkatrészt fogad el, és jelzi, hogy rendben van, és akkor ő működik. Úgyhogy a saját számítógépemből otthon kivettem a memóriát, és beraktam ebbe. Érdekes, egyből elindult. A többi memóriára, ami itt van, nem jelzett semmit, egyszerűen csak sípolt, ugyanúgy, mintha az összes memória rossz lenne, de mivel Dell-ről van szó, ezért pontosan tudtuk, hogy amit ő sípol, az abszolút nem biztos, hogy egyáltalán igaz. Van valahol benne, ezt most én kitalálom, van valahol benne egy ilyen jegyzet, hogy melyik memóriákkal ő működik, és melyikkel nem. Hiába hibátlan a memória, amit beteszünk, ő nem működik vele. Na, otthon telepítettem egy rendszert, rárektem egy csomó játékot, meg oktató videóból, vagy ötöt, mit tudom én, szokásos, standardnak mondható telepítést végeztem, és utána elhoztam a vinyót, amit ugye láttok, bele kell tenni ebbe a csúszkába, ezt így mutatom, hogy talán jobban látjátok, ez egy ilyen kékszínű keret csúszka. Ez az egész az arra való, hogy úgy kerüljön bele a vinyó, hogy az teljesen hibátlan. Bele kell tenni magát a vinyót ebbe a csúszkába. Természetesen úgy van kitalálva az egész, hogy feszegetni kell, hogy belemenjenek a szélén, vannak ilyen tüskeszerű vackók, ezek menjenek bele a csavaroknak szánt helyre, és elvileg ilyen, hát így mutatom, ilyen vagy fogja, vagy nem bizonytalan módszerrel ebbe a fiókba be kell tenni, és akkor kész van, akkor ide be tudjuk csúsztatni. Ja, természetesen fejjel lefelé, oldalról be tudjuk csúsztatni magát a vinyót ebbe a keretbe. Jó? És akkor megvan, be van csúsztatva ebbe a keretbe, akkor az előre odakészített kábeleket, amiket a Dell kevésbé szakembernek mondható dolgozói ide lógattak, és akkor elvileg egyből működik minden. Mondom még egyszer, a Dell-nél nincs ilyen, hogy jó memória. Nincs. Kellene pedig, hogy legyen jó memória, de mivel ők Dell, azért csak Dell-es, illetve XMP típusú ilyen regisztrált memóriákkal, meg ilyen vacakokkal működnek. Természetesen a magasabb minőségű memóriák, a drágább memóriák, azok nagyon nagy eséllyel működnek a Dell gépekben, csak azt az egyet kell valahogy eltalálni, hogy pont az a típus legyen, amit a Dell a listájában rakott, vagy különben nem fog működni ilyen alatt egyszerűen.
Mindjárt össze állítom ezt a dolgot. És rájövök, hogy melyiket hova akartam dugni. Ja, teljes szettünk van. Tehát ez most pont nem az. Ott egy delles billentyűzet, ott hátul. Itt van egy delles egér. Itt egy delles, hát már csak egy Dell monitor jelzik, nem? A vinyó se Dell, a memória se Dell, a processzor se Dell, de az alaplap is az. Tehát, amit lehetett, ők megoldottak, hogy ami csak lehet Dell lehessen. Természetesen a Dell olyan, mint a másik márka, ami ugyanazt tudja, mint a többi, csak sokkal több pénzért, tehát már is megéri, nem? Ja? Viszont nem működik hosszabb ideig. Ezen érdemes elgondolkozni. Egyből elindul, hiába kapcsolom be, hiába nem. A ventilátor most nagy sebességre van állítva, azért, hogy fújja ki a port, úgyhogy egy idő után, nem indult el. Beindult, és 5 másodperc alatt kikapcsolom. Érdekes, nem? Az van beállítva a BIOS-ba, hogy ne induljon el, hogy áramot kap. Az elem az jó, tehát ő emlékszik rá. De attól függetlenül 5 másodpercig ő működött. Na, de most kapcsolom be. Ja, itt van egy reset a tápon, külön, ez is ilyen delles agymenés. Szóval egy kicsit hangos lesz, úgyhogy most erről ne figyeljetek. Igen. Már megoldja, nem érdekes. Szóval Hello Stoke, én vagyok a Farkas, ez a 81. műhely. Kezd hangosodni. A 81. műhelyben, ezt azért húzom ide, hogy lássátok, meg én is lássam nagyjából. Ez egy kompresszoros motor, mi? A valós betöltési sebességet látjátok. Ez egy Core 2 Duo E, akármicsoda, 2 darab 3.0 GHz-es maggal, tehát tényleg nem valami lassú dologról beszélünk, egészen gyors. Forgólemezes HDD-ről próbál betölteni egy rendszert. Tessék, be van töltve. Nincsen benne videokártya, egy alaplapi integrált valami inteles vacak, nem tudom. Ő az, ami ezt most így meghajtja. Szóval az előbb azt akartam mondani, hogy ez már a 81-es műhely, és a 81. alkalom, hogy beszélek egy mobiltelefonnak. De egy kicsit furcsa számomra, hogy mostanában kaptam jót is, rosszat is. Igyekszem a jót figyelembe venni egyedül, a rosszat azt... Hát a rosszat még Petőfi Sándor is megkapta, pedig az csak egy nincstelen költő volt, aki az égre nézett, a rossz nyelvek szerint rengeteg gombát, illetve alternatív tudós módos sörökből, sajából, és ő megalkotta az ő idétlen verseit, és jelenleg minden művészet ismerőnek kötelező ismerni Petőfi Sándor verseit. Ez csak egy példa. Szóval visszatérve az előző példára, hogy értsétek, ez a 81. műhely, a 81. alkalom, hogy én beszélek egy tárgynak. És az a helyzet, hogy ez természetesen csak ilyen rébuszokban gondolkodás, mert én azt tudom, hogy később ez föl lesz töltve a netre, ezt majd megnézik páran, esetleg gondolkoznak, valamennyi esély erre nyilván van. Az egész jelenet az, hogy itt vagyok egyedül, azt nyilván tudjátok, tehát senki nem segít semmibe, és ez a 81. alkalom, hogy csak beszélek egy tárgynak. De azért ez nem semmi. Annyi legyen az előnyömre, illetve mondjuk a plusz oldalára téve a mérlegnek, legalább annyi legyen, hogy egy jó pár számítógépet kiosztottam. És az, aki most nézi ezt a videót, felismeri az ő saját Dell 750-esét, nem biztos, hogy jól mondom. 780, igen. Tehát, hogyha felismeri a saját 780-asát, hogy működik, addig. Az összes többi nem tudja. Na most a következő mondatok az összes többinek szólnak. Ez a Dell, ez úgy került ide, hogy ez halott. Nem működik. Szar.
nem ezekkel a szavakkal, sokkal csúnyábbakkal. Esélytel, reménytel ki, ez így, vidd, te dugd fel a sikertbe, mit tudom én, ez nem jó. És elhozta ide a műhelybe, nem emlékszem, hogy ki hozta el, elhozta a műhelybe, bekapcsoltuk, kész, ez semmit nem fogadott el. És azt mondta, aki hozta, hogy ez nem megy. Természetesen igaza van, mert nem működött abban az állapotban, hogy idehozta. Most a következő dolog történt vele. Az alaplapról a processzor le lett véve, ki lett fújkálva az alatta lévő hely, vissza lett téve a processzor, újra lett zsírozva, rá lett téve a hűtő. Tehát technikailag olyan sok dolog nem változott itt, és bejöttek ilyen nagy legyek. Csak nagy beköpjenek. Francba. Mindegy, még nincs kaja, tehát sok mindent nem tudnak kapni. De most nyitva van az ablak, megy a külső ventilátor is, meg ez a belső is. Most nagy itt a légkavarodás. Na szóval elhozta a számítógépet, hogy nem jó. Szétszedtem, megfújkáltam, egyedül. Visszaraktam a procit, hűtő, stb. Zsírozás. Technikailag nem változott semmi rajta. Összeraktam, és ugyanazt a hibajelzést adta, hogy a hiba a memóriában van. Amivel nem volt benne memória, ugyanúgy hibát jelez, ha teszek bele egy mindenhol máshol működő memóriát beleteszek, ugyanúgy jelzi, hogy nem jó a memória. Utána néztem a fórumokon, hogy mit lehet kezdeni ezzel a 780-assal, és azt mondták, hogy csak ez a kettő vagy ez a háromféle memória gyár csinálja bele a memóriába az XMP, és már nem hiszem, hogy itt van. Már nincs itt. Volt nekem egy dobozom, ilyen, aki megvesz újonnan memóriát, jól tudom, elég kevés ilyen van, az egy ilyen átlátszó műanyag tokban kapja. És a tokon vannak ilyen reklámok, hogy XMP Centrifuge, tehát a memória, ami benne van, tudja az XMP eljárást. És betettem a memóriát a gépbe, és érdekes, egyszerűen csak működik. Tehát azokból a gyártókból, amik tudják az XMP-t, meg tudnak ilyen agyament, soha az életben nem kellő dolgokat, az működik benne. Az úgynevezett sima, hagyományos, Tesco-s memória egyszerűen csak működik, az ebben nem jó. A végeredmény tehát az, jó ez a számítógép, csak olyan agyment, elgondolások mentén működik, hogy olyan nehéz ellátni alkatrésszel, az valami katasztrófa. Ne beszéljünk arról, hogy beleteszek egy videókártyát. A múltkor megbeszéltük, mi az, hogy videókártya, jó? Nem, vagy egy dióhelyben még egyszer. Ez egy panel. Ezt a számítógépbe kell betenni ebbe a sínbe. A számítógép ezt felismeri, ezt a panelt, hogy ő a képet csinálja meg. Ezért ő rábízza a kép alkotás feladatát is itt. Ezen a dugón keresztül megy ki a jel a monitorba, jó? Tehát ilyen alapvető dolgokat ne kell mondanom. Tehát ami videókártyát beteszek, 90%-a nem jó. Nem a videókártya nem jó, a Dell nem jó. Mert neki is ugyanúgy listája van, hogy melyik videókártyákkal működik, melyikekkel nem, és na, ezen a ponton már kezd egy kicsit idegesítő lenni, hogy hiába vagyok tele ilyen panel, olyan panel, tele vagyok minden alkatrésszel, és ide olyan szűk listából tudok csak választani, hogy már inkább nem, jó? Inkább nem. Az az igazság, hogy egyik videókártyámra sem mondta, hogy normális, tehát hogy ő elfogadja, pedig mindegyik jó, tehát kaptak ilyen pipát, jelzést, mindenféle izék vannak rajtuk. Ha ez a Dell ember volna, akkor azt tudnám mondani rá, hogy egy válogatós picsa. Ez nem lehet srác, mert srácban ilyen válogatós szerintem nincs. Azoknak mindegy, csak luk legyen, tehát mindegy. Ez katasztrófa. Na, most az a helyzet, ez a végeredmény tehát, hogy a Dell működik, benne van egy olyan memória, ami a sajátom, ja, közben írni kéne a jelszót is, mert egy értelgésük, hogy most működik, és ki fogom próbálni, hogy a teljesítménye, amit minden számítógéptől elvárok, ez egy ilyen vonal, egy léc.
egy olyan léc, amit mindegyiknek meg kell ugorni, hogy kioszthassam. Ha ezt a lécet nem tudja megugorni a teljesítménye, akkor egyszerűen ki kell dobnom. Nem kiosztható, nem megbízható, nem kiosztható, egy megbízhatatlan vacak lesz belőle. Ez meg nem pálya, ugye? Elvileg teljesen evidens a dolog. Na, Delles egér. Fú, anyám, olyan koszos, hogy borzasztó. Nem akarom megmutatni. Hát a szakmának vannak árnyoldalai is, igen. Kaptunk a múltkor... Elnézést. Tehát kaptunk a múltkor olyan egereket, golyós egér. Most a golyós egérről azt kell tudni, hogy van egy gömb benne, és a gömbben a mozgást, amit a kezeddel végzem, ahogy forog a gömb, a szélénél vannak ilyen hengerek, taszítók, érdemes ezeket a dolgoknak kicsit jobban utána nézni. Tehát az a lényeg, hogy az egeret mozgatod az asztalon, alatta forog a golyó, és a golyónak a mozgását ilyen pici hengerek képezik le. Tehát próbálják kitalálni, hogy az egér merre mozog. Na most annyira koszos volt az egér, hogy ezek a golyók, ezek a hengerek, amik a nagy gömb oldalán voltak, olyan nagyon tele voltak kossza, sehova nem mozdultak. És úgy hozta be a csávó az egeret, hogy tessék, itt egy egér, odaadom, mert én már nem tudok vele mit kezdeni, hiszen rossz. Felfordítottam az egeret, ugye látjuk, hogy nem világít, hanem egy gömb van az alján. Letekertem, van egy ilyen tekerő, olyan, mint egy nagy alátét. Letekerik az alátétet, és össze volt állva egy tömbbe a macskaszőr és a zsír. És azt így egybe kivettem, jó, természetesen nem ilyen higiénés környezetek között. Kivettem, kidobtam belőle a maradék szemetet, visszaraktam gömböt, át kellett pucolni, ez egy kevésbé diszkrét másfél órás munka, és az egér hibátlanul működik tovább. Tehát ilyenkor sem a számítógép és az alkatrész a hibás. Hogy is mondta, van egy énekes, akinek van erről egy dala, a híres négy ütem. Hogyha nincs tele a tank, akkor a tag a hanyag. Világos? Tehát a számítógépre is ugyanúgy vonatkozik az abszolút nyilvánvaló karbantartási kötelezettség. Az mindenkire vonatkozik. Akár számítógépe van, akár autója van. Ez tárgy. És mint tárgy, minden tárgyat karban kell tartani. Jó? Nem egy nagy dolog. Meg a tárgy részéről sem egy túlzottan nagy elvárás. Jó? Hanem mondjuk egy minimális. Jó? Tehát. A Dellünkben lévő Intel Dual Core E, na ennyi megnézem a fejből, nem tudom. Természetesen, aki hozta a számítógépet, sem fogja tudni, de megnézzük. Itt a színomban van egy ilyen. Tehát úgy hívják ezt a számítógépet, hogy E8400. Ez a neve. Intel Core 2 Duo E8400, és a 8400 az azt jelenti, hogy van benne egy 3 GHz-es magból 2. Az egy 6 GHz-es proci, nem? Tiszta egyszerű. Igen, és a videokártya, ami integrálva van benne, az egy Intel 4-es sorozatú chipset integrált grafikai vezérlő. Mindent tudunk, nem? Amit föltelepítettem erre, az egy 18.3-as Cinnamon, természetesen Linux Mint, ami nem a leggyengébb gépekre való, hanem már bőven a közepes gépekre való, de ez a bőven a közepes kategória, úgyhogy azokat az effekteket, meg azokat a dolgokat, amit a Cinnamon program hozni képes, meg tudja jeleníteni. Egyetlen egy dolog hiányzik belőle, mindjárt mutatom, egy jó erős videópanel, jó? Egy jó erős, egy jó nagy. De ez ne legyen már az én gondom, jó? Így is működik. Tehát lássuk a teszteket. A teszt az azt jelenti, hogy... Közben eszembe jutott még valami. Én nincs is monitorom. 1, 2, 3 monitor van ott a szélén.
Itt van lenne 1, 2, 3 számítógép, ezt majd később meg fogom mutatni. Itt egy negyedik számítógép, de ez nincs monitor. És ilyenkor mi van? A kérdés azért releváns, új szó, figyelj. Mert amikor beállítok egy játékot, hogy teljes képernyős módba fusson, milyen felbontást állítsak be? Az azért nagyon gáz ez a kérdés, mert ha beállítom arra, hogy 1024x768, és ők szereznek egy olyan monitort, hogy 800x600, egyik játék sem fog működni rendesen, hiszen nem látják. Tehát ha nem látják a képet, nem tudnak kilépni belőle, nem tudják megváltoztatni a felbontást. Mindegy, elvileg minden monitor tudja az 1024x768-at, ez egy ilyen általános felbontás, állítsuk be arra, nem? Ezen nincs hangerő szabályozom. Van olyan, mondom, hogy lehet, ez kicsit hangos lesz. Van olyan billentyű, amihez van hangerő szabályozó, fényerő szabályozó, ilyen üdétlenség. Tényleg nem hangos. Mondjuk nem értem, hogy miért. 83%-on van. Le volt halkítva, ami mondjuk meg őszintén indokolt egy ilyen játék esetében. Vagy fejhallgató, nem? Olyan. OpenGL. Teljes képernyő, és utána a felbontás. De van egy ilyen sorozat, amit ha nem úgy csinálsz, ahogy azt csinálni kell, nem működik. Nem. Most is csúnya volt, ezt elvileg látta mindenki. De amikor elindítod, akkor jó. Tehát ezzel a módszerrel lehet kikerülni azokat az apró hibákat, amiket a nagymérnökök ugye benne felejtettek. Természetesen jól működik az egész, ez nem a teszt része. A teszt az, hát lássuk, van itt ilyen, hogy jó sok játékot raktam rá, elvileg látjátok. Amit ez a játék tud, az be van kapcsolva. Jó, talán picit régi a Quake 3 Arena, de arra megfelelő, hogy, csináljunk vele mindenféle ilyen idétlen teszteket. Hogy van? Ja, így. Oké. A kijelző talán kicsit sötét vagy homályosabb. Ez nem biztos, hogy a mi hibánk. De a teljesítménye hibátlan. Azt itt látjuk a bal felső sarokban. Szóval amit éppen most elvileg látunk, így jobb, nem? Nem baj, majd én fogom a monitort, nem gáz. Tehát amit éppen most látunk, az egy számítógép, lövi a többi számítógép játékost. Ilyen furcsa, mi? Ha visszarakom ide, akkor rosszabbul látni. Elment a kép. Igen. Majd mindjárt visszadugom, jó? Na jó, nem volt valami jól beledugva. Ha elmegy a kép, akkor nem biztos, hogy a számítógép a hibás, jó? Mi van akkor, ha kijött a kábel? Na, ez az egy, ez itt minden fontos. Természetesen nincsen benne hangerőszabályzó, tehát nem tudok hangerőt szabályozni rajta. Csak a számítógépben. Vagy ha van a billentyűzet a hangerő szabályzó, akkor a számítógépet vissza tudom halkítani. Jó? Na szóval, amit éppen látunk, maga a teszt természetesen sikeres, mert 30 az a sebesség, ami alá nem nagyon szeretek menni, és ez 90. A 90 az azt jelenti, hogy az a plafon. Tehát elérte azt a plafont, amit a játék adni képes, tehát a számítógép teljesítménye magasabb, mint a játéknak a mérőképessége bizonyos okokból, csak 90-ig mér. Ebben most nem menjünk bele, ha van kedvetek, nézzétek meg. Na a másik, ami
ami még ennél is jobban leterhelő, az a mind test. A mind test az azért olyan nagyon leterhelő, mert látótáv van. Ott van látótáv. Az új 5-ös mind testbe, így mutatom, az összes beállítás elérhető. Mindegy, hogy az felületi beállítás, vagy látótáv, vagy mindegy. Mindent át lehet állítani. Úgyhogy beállítjuk a képernyő szélességét, magasságát. Ezt is ugyanúgy 1024x768. Mert ez nem változhatna, ugye? Elvileg. Tehát olyan monitor felbontást kell beállítani, ami ide kell lenni fog. Nem. Olyan is van benne, hogy maximum képkocka másodpercenként érték. A maximum képkocka másodpercenként érték a nagyon-nagyon-nagyon régi játékoknál szükségszerű volt, hogy a nagyon-nagyon gyors gépeken ne legyen össze-vissza gyors a játék, hanem a nagyon-nagyon gyors gépeken is a játék adott sebessége legyen az a játék adott sebessége. Ugye világos? Ennél a játéknál ez irreleváns, hiszen ha beállítom, hogy maximum képkocka 33, és beállítok egy 60 km-es látótávot, az nem lesz 33. Jó? Na. Nem tudom, mi az, ami még kellhetne. Úgyhogy kilépünk. Jó? Most beállítottam mindent, kiléptem, és visszalépem a játékba, tehát bekapcsolom, akkor már teljes képernyős módban kéne induljon. Tessék. Na, amit éppen látunk, nincs agyon rakva modokkal. Az ideális mind test a következő, hogyha nincs internet. Az ideális mind testnek úgy kéne viselkednie, mintha online lenne, tehát kellene legyen játékosokkal, amik veled játszanak, vagy ellened, tehát hogy aktív résztvevői az eseménynek. Jó? Ez már nem tetszett neki. Most beállítottam egy ilyen 3 kilométeres látótávot. Elvileg így majd jobban látjátok. Egy ilyen 3 kilométeres látótávot, ami hát azért megviseli a kis videókártyáját. Ez egy Intel 4-es sorozatú valami, nem tudjuk micsoda. Úgyhogy csúnyán visszaesett ilyen 25-26-os sebességre. Ez természetesen a képkocka másodpercenként. De ezt nem lehet mondani, hogy KKMP, nem? Azt kell mondani, hogy FPS. És hogyha azt mondom, ez a játék 30 KKMP, akkor hülyének fognak nézni. Mert kép, kocka, másodpercenként. De ezt így nem lehet. Hogyha egy adott játék nagyon-nagyon kevés kép, kockát tartalmaz másodpercenként, azt úgy hívják, hogy akadozás. De tényleg. És egy játék akadozik, akkor a játék élmény olyan szinten lecsökken, hogy megkeresi a búvár békát, és annak a fenekét, hogy akkor megyek oda, jó? Na, szóval most már csak 20 a sebessége, ami nem túl jó. Természetesen a látótáv csökkentésével a játék sebessége növelhető, úgyhogy ezt valamennyire beállítva valamilyen sikerességi értéket tudhatunk magunkénak, tehát úgy van beállítva most a játék, hogy ilyen 30-35 között van a sebessége. Most egy hegyről avászkálódok le éppen, egy ilyen tó felé, vagy mi ez, mindegy. Itt vannak ilyen fák, meg
ilyen sivatagosabb, ilyen szárazabb rész. Természetesen élelmiszer nem nagyon lesz, nincsen éhezésünk, meg ilyesmi. A inventorinál egy, tehát ezeknél a részeknél nincsenek kiegészítők, nincsenek modok, nincs mit, kb. Semmi. Úgyhogy mindegy, a játék működik. Tehát ennek a számítógépnek a sebessége már jónak számít. További teszteket tök fölöslegesen csinálok. Alapvetően be tudom mutatni, mi az, ami általában egy számítógépre, telepítésre szokott kerülni, mi az, ami nem. Minden számítógépnél változó, mert valahol elfelejtek valamit föltenni, valahol egy kicsit több időm van, ott aztán nagyon távol, valahol egy kicsit szűkösebb ez a dolog, de vannak úgynevezett kötelező körök, ezeket mindig megcsinálom. Például van VLC, multimédia lejátszó, ez videó és zene lejátszója. Itt van rádió is telepítve, de ezt se én csináltam, hanem a Linux Mintnek, az alapcsomagjának a része. Itt van egy Google Earth, ahol a utcákba be lehet nézni, meg lehet így virtuálisan sétálni az utcákon, ilyesmi. De aztán itt van a Steam, hát ha valakinek az mond valamit. Itt a teljes irodai csomag, ez is frissítve van az új verzióra. A frissítés kezelőbe be van téve a PPA sor. Tehát nem a Linux Mint által adott irodai csomag van benne, hanem a legújabb, mert ahhoz ugye már van PPA csomag. Ugye ez vonatkozik ugyanúgy a Mindtestre is, tehát nem a nagy Ubuntu által adott úgynevezett hivatalos Mindtest van, hanem a legújabb, és természetesen egy csomó újítás van. Játékokból, hát nem tudom, látjátok mennyi van? Rengeteg. Wildlands, Warzone, Super Tux 2, itt a Super Tux Kart, nem ugyanaz a játék, ugye itt a Steam, a robotok, Open Arena, Nexus, OpenBVE. Na, OpenBVE. Az OpenBVE, ez egy vasúti vonatvezetői játék, ahol van? Ja, itt van. Teljes képernyőn futó, 2 kilométeres látótáv. Annak ellenére, hogy a játék alapvetően 600 métert ír, mint látótávot. Itt van külön joystickkal engedélyezés, ütközés, engedélyezéssel felborulás, legyen fekete doboz, legyen kisiklás, tehát egy elhagyja a pályát, mert 300-zal megyünk a Sirivel, vagy mit tudom én. Hát nem egyszerű. Meg hogy mennyire legyen szép a kép. Ilinár, trilinár és stb. Új játék. A 323-as típusú vonat, nyári menetrendje szerint, száraz időben, nincs eső, nincsen nehezítő látótávszerű dolog, és akkor elindul. Szóval az OpenBVE egy olyan vasúti játék, ennek is egy vödör a lényege. Most megállítom egy pillanatra. Tehát egy üres vödröt kell elképzelni, ami fel van készítve arra, hogy a saját útvonaladon, a saját vasúti pályádon, a saját vonatoddal fogsz majd játszani. Ami bele van készítve, ez a 323-as szett, ez szó szerint csak arra való, hogy lásd, hogy hova kell tenni a pályát, hova kell tenni a... Van kettő üzemben, van a pálya, van a vasút, és van a vasút fülkének a belső nézete, ezt a három dolgot hova kell tenni. Letöltöd a kedvenc vonatodnak a külső képét, a belső képét, ezt külön helyre kell tenni, és a pályát. Tehát Budapest Siófok, betöltöd a V43-as Szilit, vagy a Tauruszt, vagy amelyiket szereted. Külső kép és belső kép, és működik. Tehát furcsa, nem? Tehát amit most látni fogunk, az a 323-as, nincsen belerakva a Szili meg ilyenek, erre nincs időm, de így néz ki, jó? Tehát ez egy kicsit furcsa lesz. Ez a 323-as vonatnak
a külső nézete, ez a belső, és nem emlékszem minden gombra, az a helyzet, hogy el kéne indulni már rég, itt jelzi, hogy induljál, meg fütty is van, csak nem tudom, hogy kell indulni. És olyan sok időt ezzel nem akarok el... Oké, kikapcsoltam a féket, a vészféket, most kéne indulni. Ez az! A motort bekapcsoltam 4-es fokozatú menetbe, és a kuplung nem ér össze. Tehát tök jó. Most már csattok nagyon, hogy váltogatom ezeket. Nem emlékszem. Jaj! Gyorsan ki, ne! Beraktam rükvercbe, úgyhogy közben 1000-rel megy a motor. Na jó, ilyet nem játszom. Nem mutatom meg, mi történik, amikor kisiklózok. Na, a játék működik. Ez nem a játék hibája, hogy nem tudom, hogy kell veszed. Hogyha a kacsa még kicsi, kicsi kacsa. És nem tud úszni. Nem a víz a hülye. Jó? Tehát... De ott van hozzá teljes leírás, hogy mit kell nyomni a gáz, kuplung, mit kell kapcsolni, stb. Ezt nem lehet észbe tartani. Mi van itt még? AC. Az Assault Cube nevű játék. Nagyjából azt kell elképzelni, mint a C1-3 körülbelül. Ez a zene. Elég béna zenéje van, nem? Majd azt mindjárt kikapcsolom, vagy legalább lehalkítom. Na itt van benne egy ilyen szuper mód. A szuper mód az azt jelenti, hogy a számítógépre való felbontást és részletgazdagságot állítja be, hogyha kezd kicsit lassulni a számítógép, a grafikából, a részleteségből visszavesz, hogy egyszerűbb legyen, hogy a számítógép teljesítménye jobb legyen. Milyen szuper cucc, mi? Ez nem minden játékban van ám így. Itt lehet beállítani, mennyire legyen részletes a grafika, mennyire legyen kidolgozva minden egyes, hát mondjuk így részlet. Milyen gyors a te számítógéped szerinted? Ennyi. Tehát minden, hol van? A béna zenéje van. Nem baj. Kicsit lealakítjuk, jó? Valamit nem kapcsoltam be, igen. Ennyi, amúgy. Látjátok amúgy, vagy nem? Remélem. Mert ezt berakom ide alá. Na, így jobb. Ja, hát ez semmi. Lássunk egy bot meccset. A bot meccs az nem az erdőbe kell keresni, hogy két bottal utáskodnak, mondjuk így. A bot a számítógépes ellenfelet jelenti, és 32-t be is rakunk egyből. Na, akkor melyik pályán? Itt látjuk a pályának az előnézetét itt a szélén. Érdemes világos pályát választani először, nem a sötétre rákanyarodni. Na, itt jobb alul látjuk a teljesítményét a számítógépnek. Bőven jó. Na, gyerünk! Mi vagyunk a kékekkel, és a nagy, félelmetes, pirosak ellen fogunk harcba bocsátkozni. Csúnyán leszettek a másik oldalról, de nem baj, ez nem egy szórakoztató ipari gép, tehát itt nem kell a szélén a 20 forintosokat, 100 forintosokat bedobálni. Itt végtelen mennyiségű játékra van lehetőség, mielőtt a botok átengednek, igen. Itt van térkép is, hogy... Ajaj. Persze elakadok minden vacakba, mert nem tudom még, hogy hol van hordó, hol nincs hordó. Ja, itt van gránát is.
Hát az sajnos csúnya volt. Na, az még csúnyább. Nem baj. A játék jól működik, és ennek azt hiszem ez a lényege. Úgyhogy tovább. Van beszélgetős program fölrakva, hogy tudjam beszélgetni többiekkel, ezt úgy hívják, hogy Mumble. Van, hát rengeteg minden van benne. Kellékeknél a... Tényleg kellékek vannak. Lemezképíró, Redshift, számológép, jegyzettöm. Itt egy ilyen kiegészítő billentyűzet sorra, mondjuk a billentyűzete van, baj van. Képmegjelenítő, képernyőolvasó. Ennek az egész képnek tud képernyőképet csinálni, karaktertáblakiosztás, meg itt az adminisztrációs programok vannak, beállítások, helyek, stb. Tehát elvileg ez kész is van. És akkor ennyi. Nem egy nagy dolog. Egyszerűen csak működik. Annyi az egészen a bajom, hogy saját memóriám van benne, ez az egyik, a másik, hogy nincs hozzá monitor. 42 perc? Na, az igen. Hát, aki ezt végignézi, az meg is érdemli. Na, mindegy. Na most akkor gyorsan csinálunk egy ilyen viszét. Egy általános bemutatót, hogy állunk most így a műhelyben. Itt vannak a kézgépek, ugye látjuk, hogy három számítógép van. Itt vannak hátul a monitor részek, három monitor van. Ezt a számítógépet ezt nem kell nézni, mert ez kapott egy kérdőjelet. A kérdőjelet azért kapta, mert teljesen megbízhatatlan. Ugye itt van a Dell-hez való billentyűzetünk. Ne, rosszul látjátok, ez nem világít, ez csak ilyen idétlen színű. Mindegy. Szóval van három monitor, van három számítógép, és itt a negyedik számítógép, ami ez nincs monitor, de cserébe van hozzá egy Dell-es egér, egy Dell-es billentyűzet, és ennyi. Alkatrészekből valami elképesztő, rendkívüli nagy mennyiség van. Szó szerint mindenből, proci, memória, hűtő, hálózati kártya, hangkártya, DVD olvasó, író, van közte egy-két nagyon nagy legendának számító Pioneer, Plextor, hát az ilyen nagy királyok, meg Rolls-Royce-ok. Aztán van vinyóból, abból rengeteg van. Videokártyák, ugye kép megjelenítők, grafikai gyorsítók, még wifi kártyám is van azért, hogy a szomszédban lévő wifi netet be tudjam fogni. Természetesen olyan messze van, hogy már nem érem el, úgyhogy hatástalan. Itt vannak a... Ja igen, ezt nem is mutattam. Ez egy Dell-be való DVI-os kimenet. Ez semmi más nem tud, ez nem videokártya, ez csak egy kimenet. Hogy a DVI-ba be lehessen dugni a monitor. De természetesen ennél a Dell-nél nem releváns, mert itt van külön DisplayPort. Van eSATA, van egy csomó minden van rajta, ami abszolút fölösleges. Na, tehát van külön processzoros dobozunk. Processzoros dobozban ugye proci van, igen. Az a processzornak a rövidítése. Van egy, hát egy kazal memóriánk, mondjuk annál talán kicsit több. Elképesztő mennyiségű. Van külön egyes, kettes, itt vannak a hármas memóriák. Mindegyik hibátlan. Egyikkel sem működik a Dell. Tehát ezeket a memóriákat én végig próbálgattam az összeset a Dell-be, és nem működik. Nem. Csak azzal a memória típussal működik, ami neki meg van szabva ilyen idétlen listában. Itt van egy pár alaplapi elem, van egy csomó számítógép tápom, ez ilyen áramelosztó, nagyjából így kell elképzelni. Van egy szuper vödröm is, ami marhára nem érdekel senkit. Vannak ilyen összekötő kábeleim, a régebbi vinyókhoz, az új vinyókhoz, illetve hát az újabb vinyókhoz. Van mindenféle egyéb alternatív kábel, átalakító. Olyat se láttatok még. Szóval a Dell Optiplexnek van olyanja, hogy egy bemenetből kettő kimenet. Vágod? Nagy hülyeség, mi? Na, szóval tele vagyok mindennel. Még számítógép házam is van, ami üres. Ezek mind üres számítógép házak.
Azt, hogy üres, azt onnan látjátok, hogy tényleg üres, tehát nincs benne semmi. Jó? Na szóval így állunk, jó? Az összegzés tehát a következő. Van 4 számítógép, van 3 monitor, tehát 3 családnak ki lehet osztani számítógépet. Nagyon jól láttátok, ott lent van egy laptop is. Ott van egy laptop, bizony, azt jól láttátok. Nem valami rakéta, nem valami gyors cucc, de eléri azt a küszöböt, eléri azt a limitet, ami ugye kötelező. Úgyhogy annyira nem gáz. Hibátlanul működik, megy rajta YouTube-tól kezdve a játékokig, minden. Na, úgyhogy ez a helyzet, kedves nézőim, mind a 10. Hát na, ez a helyzet, jó? Nincsen semmiféle segítségem, családot se kapok, most alkatrészek se jönnek, vagy fél éve, nem tudom, és így fejből mondom, szerintem fél éve nem kaptam semmiféle alkatrészt, de évek óta akadozik a családok felderítése. Ez a 3 számítógép és a laptop hónapok óta itt van. De senkit nem érdekel. Hónapok óta. Alkatrészesből talán 4-en, 2-en. Próbálom csak a komolyabbakat komolyan venni. Az ilyen komolytalan ígérgetőket nem. És nem tudom, kiből lesz komoly adakozó, vagy kiből nem. Ezt mindig az idő dönti el. Szóval az a helyzet, hogy 2 felajánlóm van, és mind a 2 felajánló nem jön. Láttátok, ott egy csomó számítógép házam, láttátok, itt egy csomó alkatrészem, és az úgynevezett főalkatrész, az alaplap, az az, ami hiányzik. Ott van 1, 2, 3, 4, 5, 6, egy csúnya fogalmazással 6,5 számítógép ház. Tehát ha most itt hirtelen beállítana valaki és hozna 6 darab, vagy így mutassam, 6 darab alaplapot, az 6 darab komplett gép lenne a végén. Minden más megvan, csak az alaplap hiányzik. De nem. De nem. Jött egy nem túlzottan kedves mondat, miért nem veszel? Na, hogy én? Hát figyelj, többször átgondolva a kérdést, még jogos is lehetne, hogy miért. Azért, mert már a Facebookon is van olyan, hogy Marketplace, azt hiszem ez a neve, 500 meg 1000 forintokért vannak olyan alaplapok, amikbe az itteni cuccokat bele tudom tenni. Nekem megér 500, talán 1000 forintot, körülbelül, nem tudom, valami ilyesmi ára van, hogy azokból az üres házakból, azokból ide kerülő kézgépek legyenek. Hm? Nem olyan sok, nem? 500 forint egy komplett gépért. Amikor kiosztom ezt a számítógépet, ezt a Dell-t, ezt olyan helyre kéne vinnem, ahol rengetegen használják. Mert ezen egy Cinnamon van. Egy nagyon nagy élményű Linux program. Ezen nem egy pici XFCE van, hogy a régi gépek el tudjanak indulni. Ez reggelire megeszi még a Windows 10-et is. Is. Csípős szósszal. Reggelire. Kenyérre. Igaz, hogy kicsit hiányos, kell bele egy videókártya, de aztán ennyi. Kész. Tehát ezt olyan helyre kéne vinnem, ahol a rengetegen használják. Mondjuk egy iskola, egy közösségi tér, egy klubház, mit tudom én, valami ilyesmi hely. Valami ilyesmi. Úgyhogy ez a helyzet. Nem tudom, mennyire értitek, hogy mi a franc folyik itt. Így is köszönöm, hogy megnéztétek. Hát, ha lesz valami hatása, esetleg kapok alaplapot azokhoz a gépekhez. Esetleg kapok családokat, ahova ki lehet ezt osztani. A családkiosztásról még annyit, hogy van egy vidéki csapat, a vidéki csapathoz ki tudnám osztani a gépeket, már taxi is van, ezt úgy kell elképzelni, hogy ingyen taxi, ami elvisz odáig. Ezt köszönöm a Tibinek. Igen, mert őt így hívják, hogy Tibi.
És ő az, aki azt mondta, hogy figyelj, nem eszik olyan sokat ez a kocsi, tegyük be a csomagtartóba, azt vigyük ki, de 3 számítógéppel hülye vagy. Akkor legyen 6, 8, valami nagyobb mennyiség. Most 3 számítógéppel nehogy már. Majd összegyűlik. De ha összegyűlik 6, akkor kivisszük a Tibinek az ingyen taxiával. Ha meg nem gyűlik össze, mert például elkopna, Budapesten ki tudnám osztani. Elvileg az lenne az ideális. De ez marhára nem fog előfordulni. Na, úgyhogy ez a helyzet. A laptopot meg úgy kell elképzelni, hogy megpróbálom leolvasni róla. Természetesen a logót felismeritek, nem? Ez egy Q betű, és az azt jelenti, hogy kompak. Természetesen nem egyedül csinálta, mert a kompak egyedül nem képes semmire. De talán a saját seggét kitörölni azért képes. Úgyhogy a HP, a Hewlett Packard volt, aki összehozta neki a mérnöki csapatot. Te tudod, hogy kell laptopot csinálni? Nem? Hadd segítsünk már! Úgyhogy a két félhülye összeállt, hogy csinálni a laptopot, ennek lett az eredménye. Ez a, mondjuk így, kukára való műanyag és fém halmaz. Olyan teljesítménye van, hogy az nevetséges, és olyan súlya van, hogy elképesztő. Tehát tömege van, jó? Ez nem olyan földobom, és rendesen várni kell, amíg visszaesik, nem. Hát az van, vagy 2-3 kiló. Nem tudom, marha nehéz. Szóval úgy hívják, hogy kompak 615-ös. Jó? Így hívják. Ha van kedvetek, nézzetek utána a neten. Varrat egy csomó címke, meg mit tudom én. Az a lényeg az egésznek, hogy nevetséges. De még ezen is tudod segíteni a Linux mint. Mert föltelepítés után olyan teljesítményt adott, ami följebb van, mint a minimum. És azért ez valami. Ezt nem tudom megcsinálni a Windows 7-tel, Windows 8.1-el, 10-el, nem. Amivel ezt még meg tudnám csinálni, talán, ez most kérdőjeles, talán a Windows XP. De ez nem biztos. Ez nem biztos. Ja. Úgyhogy ennyi, egyszerűen csak működik. Ja, természetesen nem zsákba macskát árulunk, van hozzá táp is. Ja, és ez vadi új táp. Ez vadi új. Ez nem HP, kompak, saját, ezt úgy hívnánk mifelénk, hogy utángyártott, és pont abból a típusból, ami tovább bírja, mint a gyári. Ez olyan érdekes, nem? Na, mindegy. Működik. Szóval az egész egyórás videónak nagyjából az lesz az értelme, hogy van 3 számítógép, ami komplet, ugye van hozzá 3 monitor, az egy komplet set, és most van itt egy plusz gép, amihez nincs monitor. Se. Egér, billentyű még talán van, ezeket nagyjából össze tudom hozni, de monitor már nincs. Alkatrészem sincs, család sincs, ahol ki tudnám ezeket a dolgokat osztani, szóval el vagyok akadva. Régebben ez a dolog sokkal jobban ment, könnyebben jöttek be az alkatrészek, könnyebben találtunk családot, de most már nem kell ez senkinek. Igaz? Vagy nem igaz? Na, én megyek, mert nem húzom tovább az időtöket, így zsáloptam egy életet egy órátokból. Úgyhogy ennyi. Jó? Ezt mindjárt összepakolom, kész van, aztán ennyi. Remélem, majd legközelebb találkozunk, addig meg legyetek rosszak. És gondolkodjatok sokat.